A legutóbbi fordulóban a sereghajtó Vácz egy egyes döntetlent játszott a Kisvárda Mastergood, úgy, hogy a hazaiak a 88. percben egyenlítettek. Révész Attila szakmai igazgató szerint a játék alapján nem érdemeltek győzelmet, az viszont pozitívum, hogy úgy tűnik az őszi szezon közepére megtalálták a legerősebbnek mondható csapatot. Ez a, az alapcsapat az elmúlt négy mérkőzésen már szinte ugyanazokban a játékosokban állt. Most volt egyedül a Seri a, a kisebb sérülés, és helyette a kulcsár szerepelt, aki sajnos nem váltotta be a hozzáfizet reményeket. Egyébként azok a játékosok kapnak most lehetőséget, akiknek a mentalitásuk lehetővé teszi, illetve három fiatal játékos adémi folyamatosan szerepeltetünk, és ennek a, az anyagi téren meg is van a, a jövedelmező haszna. Későbbiek során pedig mondhatom, hogy még inkább meg lesz. Tulajdonképpen ezek a játékosok viszont most már alanyi jogon is beférnek, mert akik a kispadon ülnek, ugyan nagyobb játékosok, papíron, mégis az edéseken mutatott, illetve a mérkőzéseken mutató teljesítményük alapján nem tudják maguknak kivívni a helyet. És én azt gondolom, hogy ez a, ez a jelenlegi kezdőcsapat, ez bárki ellen esélyes, ugyanakkor sajnos a most nem mb bárki ellen is kaphat. A Kisvárda a következő három meccsén hazai környezetben lép pályára. A Balmazújváros elleni szombati mérkőzésen a két csapat stílusából kiindulva nyílt játékot vár a szakember. Kevés az olyan együttes, mint akár a akára akár a Balmozújváros, amelyik bátran föltolja a védekezését, az ellenfél térfelén próbál már labdát szerezni, és bizony próbál irányítani, próbál játszani nem pedig csak az ellenfél hibáira vár, és abból akar támadást szőni. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés, nekünk viszont most hazai pályán nem elég a döntetlen, mindenképpen meg kell ezt nyernünk. Ahhoz, hogy biztos távolságba kerüljünk a kieső zónától, ha bár hatalikok vagyunk, mégis ezt kell, mondjam, ahhoz a következő mérkőzéseken nyernünk kell, és akkor a rengeteg idegenbeli mérkőzés, ami tavasszal vár ránk, akkor talán a stresszmentesebb vihatom majd meg, illetve akkor talán azt mondhatom, hogy a előttünk lejövőkre is fókuszáltunk egy picit. A 12. forduló további párosítása a következő. Budajoros, Siófok, Sziget-Szent Miklós Soroksár-Vát, Szeged-Zalegerszeg, Ajka-Dunói város, Yirmut, sopron és Szolnok, A Kisvárda-Masztergút-Balmazújváros mérkőzés szombaton 13 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsé televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják az összecsapást.